Sziasztok, srácok! Üdvözlök mindenkit egy újabb csattanó videóban. Nézzük meg, hogy lengyelék most mit tudtak nekünk prezentálni ebben a videóban. Be fog elé jönni. Már, már indexel? Már, én már felkészülnék. Lehet, hogy a kamerás autó nem vette észre. Sőt, valószínűleg nem vette észre, mert különben fékezett volna. Jaj, 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 és egy gázzal ki, jössz. Persze, azt úgy kell. Ilyenkor meg kell állni, oldalra nézni, jön-e onnan valami. Ez a tegnap se jött senki ö, taktika, ez annyira nem működik a közlekedésben. Ott már jönnek szembe. Fér a kormányt? Oh, Fű. Ez közel volt. Nagyon közel volt. Hát természetesen a másik autó lett volna a hibás. És hogy ha jól látom, akkor még egy kamionnak is félre, ke félre, kellett rántani a kormányt. De Bill, még át akartál menni te a piroson. Már a piros, a kamerás autó meg mit rinyál, mert piroson akart átmenni. Nézd meg! Ő már telébe piroson akart átmenni. Azt hitt, hogy még az előtte lévő is átmegy. Hát hozzáteszem, hogy neki azért csak illet volna inkább átmennie. Tehát ez a vészfékezés, nem tudod, nem tudod biztonságosan megállni, ez tény. Jó, 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 ott van egy kis balhé. Éj, és nem tudta berántani elé. Tovább kellett mennie. Hát egyik hülye volt, mint a másik. Direkt nem engedem be. Tudom én is, hogy megszűnik a sávod, de azért nem engedem be. És utána meg itt van a beszélgetés. Igen, strapacska receptéről beszélnek. Akkor ki hogyan szereti elkészíteni, ki mennyi tejföl esetleg szalonna pörccel. Egyet értenek abban, hogy nem értenek egyet, az egyik csak úgy pusztán tejföl nélkül szokta enni, a másik meg nagyon sok tejfölelés és, és nagyon sok szalonnával. De miért? Miért indul? És nézve, és utána még bambán néz a gyalogos, hogy ezek elindultak. Zöldre lámpa, nekik, és akkor elindulhatnak. Komolyan, hogy ilyen barmokat, tehát... Áh. De hát ott meg a másik. Nézzétek meg. Ez megint egy totál indokolatlan dolog. Tehát szeretne megfordulni. Eltévedt rossz helyen kanyarodott le, vagy csak szeretne a betolatni, mert ott talált úgy parkolóhelyet pont a sarkán. Igazából nem volt veszélyes a szituáció, ez teljesen fölösleges volt az agresszió kamerás autó részéről szerintem. Nincs mit hozzáfűzöm ez a szituhoz. Szegény bringás azt hitt, hogy, azt hitta, hogy vége. Nem fog meg el, Ó, és megint az egyébként, hogy, hogy mennyire sokat jelent ilyen helyzetben egy dudálás. Egy jól elhelyezett dudálás, hiszen észbe kapott a gyalogos is, hogy figyeljen azért, mert jönnek majd talán észbe kap az autós is, de hát ugye olyan gyorsan ment, hogy már teljesen mindegy volt, és ö, könnyen lehet egyébként, hogy ez a dudálással ö, okozott meg egy elég komoly ö, gázolást. Ö, igazából most, a, most ebben az esetben, ugye az, volt az az előző eset, amikor ugye szintén egy dudálásból volt egy egy ugyanilyen, vagy egy hasonló konfliktus. Most ebben az esetben meg tudom érteni a dudálást, mert ö, ö, sanszos volt, hogy nem veszi észre a kamerás autót a, a Suzuki terepjárós, és ő igazából bal, abszolút baleset megelőzés céljából nyomott rá a dudára. Ugye az előző esetnél nem így történt, ott, ott egy elég komoly felháborodás volt a semmi miatt. Itt viszont én úgy gondolom, hogy teljesen jogos, de nézzük tovább, hát ha lesz ebből még egy kis igen, ott egy értetlenkedés, hogy mit dudász láttalak én, de szerintem abszolút jogos volt ebben a, ebben a helyzetben. Ezért jó, hogyha egy ekkora autóban van tolatóradar. Varsóleg ebben az autóban nem volt. Gondolom a rendszám megvan. Hát srácok ennyi lett volna ez a videó. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet. Szerintem ma is tanultunk egy-két dolgot. Vigyázzatok magatokra és egymásra. Sziasztok!